nagy valószínűséggel ez lesz a leghangosabb volán szurkolók helye a lelátón az Alba Arénában. A kemény mag nagyon kíváncsi volt, milyen lesz az új csarnok, ezért vettek részt a számukra szervezett bejáráson. A volán rajongóinak nagyon fog hiányozni a Raktár utcai ördögkatlan, de mint mondják, mindent megtesznek azért, hogy a hangulat a régi legyen az új helyen is. Mindig is a szívünk csücske lesz a Raktár utca, azt gondolom, de jó azt látni, hogy egy picit, ha lehet így fogalmazni, európaibb körülmények közé fogunk kerülni, illetve az mindenféleképpen azt gondolom, hogy a fehérvári szurkolókat büszkeséggel kell, hogy eltöltse, hogy a liga egyik legjobb csarnoka az a miénk lesz. Az építésvezető azt mondja, munkájuk során nagy gondot fordítanak arra, hogy a csapat és a szurkolók is otthon érezzék magukat az Alba Arénában. Az új csarnok a tervek szerint decemberben készül el, a kivitelezés most nagyjából 50%-os. Jelenleg a csarnok aréna 45-50%-os készültségen áll, vagy készültségben van. Ugye az év végére, december 28-ára készül el teljes mértékben. Jelenleg a küzdőtéren folynak különböző akusztikai szigetelés, egyéb munkák. A város polgármestere kiemelte, a szurkolók rengeteget tesznek hozzá a jégkorong csapat teljesítményéhez. Cserpalkovics András szerint fontos, hogy magukénak érezzék a fejlesztést, és éppen ezért érdemlik meg, hogy részesei legyenek az Alba Aréna kivitelezésének. Szerettük volna ezt az eredményt megmutatni azoknak a szurkolóknak, akik nélkül viszont azok az eredmények nem jöhettek volna létre, ami miatt egyáltalán Fehérvár ezt a csarnokot szerintem joggal kérhette, és kaphatta meg aztán az államtól az elszükséges kormányzati támogatást, hiszen egy fantasztikus szurkolótáborra van a volánnak, és ennek a szurkolótábornak van egy magja, amelyik jóban, rosszban ott van a csapat mellett. Nem ez volt az egyetlen szurkolók számára szervezett bejárás. A klub vezetése és a kivitelező is ígéretet tett arra, újabb csoportok is megnézhetik az épülő arénát.